Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a mai kezdőkörben. Az első osztályban szereplő csabai kézilabdás hölgyek a Vác elleni idegenben elszenvedett nagy gólarányú vereséget követően hazai pályán szerepeltek. Ezúttal a Fehérvár együttese volt az ellenfél. Nagyon fontos lett volna a győzelem a bennmaradásért vívott harcban, ami végül sikerült is. A vendég fehérváriak a tabella 9. helyén állnak, úgyhogy előrébb járnak. 4 pozícióval, mint a viharsarkiak, úgyhogy mindenképpen kemény összecsapásra van kilátás. Első akciónál a fehérvári akciót és egy átlövés gól. Vezetnek a vendégek. Lavko a gólszerző. De nézzük csabai lányokat. Nincs meglepetés igazából a csabai csapatban, és Kovácsevics szerzi a gólt, és ez Jovana Kovácsevics 100. gólja az idei bajnokságban. Gorsenyina tovább teszi, azt meg lehetett volna szerezni, de nem, Nascimento pedig beejti. Ő nem hibázza el ezeket az ittszereket. A 7. perc legelején 3-1, és Nascimento 2 gólos. Ezen lehet csökkenteni a folytatásban, és akkor nem lehet baj ezen a meccsen, zöldítót kapta, ejti be, 4-4. Szögi, Kovácsevicsnek vissza, aki elindul, és milyen jól tette, hogy elindul, hiszen nem lehet megállítani őt. 5-4 a 15. percben. Lehet jó eredményt elérni, eddig arra nem lehet panasz, támadó játékra annál inkább. Azért abban akadt hiba, most Georgievska használja ki a hazai hibát. Elég nagy hely nyílt ott, úgyhogy egyenlíthetett. Vukajlovics. Ott a befutó ember, Szögi megkapja és be is dobja. Azt hittem, hogy már nem is kapja meg Szögi. De aztán jött a passz és jött a gól. 9-8. De ezt az előbb jól sikerült védekezésben megoldani. Lássuk, hogy most mi lesz. Hát Zsilinszkájtja teljesen üresen maradt. 11-9. Friss ember a vendégeknél is. Vukajlovics nem lőtt el, majd másodjára is bevédi Herror Solya egy kis szerencsével, de megvan az újabb Vukajlovics gól. 13-10. Nascimento bedobja. 13-11, tehát a csabaiak 7-8 után tudtak fordítani, úgyhogy 2 gólos előnnyel mehetnek a szünetre. Helyén volt a szíve Szöginek, és vissza szedte a lecsorgót. Kovácsevics, jó a csel, Kovácsevics kitartja, és Faltal együtt dobja be, 15-11. Herr, én úgy gondolom, hogy jó teljesítmény nyújtott, nem rajta múlott. Ez az állás eddig, és Kovácsevics megállíthatatlan, 17-12. Lekerül a szélre, ott már nem szabad szabályt alkotni. Pelcéder húzza fel a léc alá, 18-14. Tehát biztos, hogy nem védekezett ilyen jól és ilyen pattogósan ez a csabai csapat. Vukajlovics, jó a csel, levesz egy embert, ott az ittszer, ez már Kovács Alett is bedobja, 20-14. Kovácsevics nagyszerűen indul el, és nagyszerűen dobja be, 22-16. Az nagyon bátor megmozdulás volt, ha bejön, akkor óriási húzás, de így viszont elszórt labda, megint Zsilinszkájtja helyzetben, és ez is bent van, 22-20. Szögi zöldítót kapja, Valfis, az nagy labda, zöldítót Kata bedobja, nagyon szép akció volt, zöldítót Kata 5. góljával, 24-21, és azt most ellapja Szögi, nagyszerűen olvasta az átadást, Szögi, bent van, 26-21, és ez is mutatja a csabaiak erejét. Györkös ezt nem tudja hárítani, kiváló az ejtés. Mayer talál be, de hát ez már csak apró szépségtapasz. Zöldítót Kata és Kovácsevics kiemelkedő játékának és Györkös remek a kiváló védéseinek is köszönhetően a csabai lányok lehetnek boldogabbak. Itt a mérkőzés végén a végeredménnyel búcsúzom, tehát Békés Csaba, Fehérvár 28-22.
gratulálok a lányaimnak, nagyon-nagyon jól küzdöttek. Inkább az, hogy annyira akarták ezt a gyűjteményt, és annyira küzdenek, hogy nap mint nap, hétről hétre meglepnek engem, hol negatív, hol pozitív irányba. Most megint hála égnek megleptek, de pozitív irányba, úgyhogy azon dolgozom majd, hogy hogyan tudok idegenbe is pontot szerezni, mert ha ezt oda át tudnánk varázsolni idegenben mondjuk, akkor biztos vagyok, hogy onnan is sokkal kellemesebben utaznánk hazafelé, mint ahogy azt megszoktuk. A Békés Drén KC férfi együttese a Nyíregyháza ellen vívott rangadót a másodosztályban. Újra egy mérkőzés, amit meg kell nyerni, mégpedig ezúton hazai pályán, az ellenfél pedig nem más, mint a Nyíregyháza csapata. Olá! És most Cifránok! A kapufa nincs velünk, a kipattanó Szilágyi, és tovább! Á, hihetetlen! És már rohannak Urbejék, le a szélre, és ott az első gólt mégis a nyíregyháziak szerzik, mégpedig a 22-es számú Gidai Máté révén. Olá! Olá! Szép! Szilágyi! És ez egy sárga lap is lesz, mégpedig a 20-as Kurbei Lászlónak. Egyenlítő mégpedig Szilágyi Dávid révén. Cifra! Cifra! És ez Benton! Még ha a blokkról is megy be. Nagyon gyorsan 4-2-7, 3-3. Féltem kimondani elsőre, hogy mit látok, de valóban ez volt. És miért nem fújják le a szabálytalanságot? Ez most Hajdú Peti felelőtlensége volt. És megint vezet a Nyíregyháza. Sebestyén. Sebestyén egyedül, ez gyönyörű! És Sebestyén Csabi meg is oldja. Végre átlépünk az 5-ről 6-ra. 6-7. Hajdú. Hajdú, bent van! Hajdú Péter! 6-8-ról 10-8. 5-6 ellen van 5 másodpercünk. El kell indulni. Hajdú. És nagy gólt kapjunk. Jól letelt az első félidő. Tóth Patrik már erre nem figyelhetett. Egy fél idő után Békés Nyíregyháza 11-9. Páncél, Hajdú. Gól! Hajdú Péter 15-10. Kurbej le a szélre. És ezt most Nagy bedobja. Nagy Csaba második találata 16-11. Ez jó, Hajdú! Nem is Hajdú, Kovács, bocsánat, de Kovács Péter bedobja. Kovács Péter második gólja 17-11. Hajdú! Herceg! Gól! Herceg Jani dobja be! Ötödik találata Herceg Jánosnak. 20-13. Jön a Békési kispadról a szó, hogy passzív, és fel is emelik a játékvezetők a kezüket. És Varga vieti be, és Varga be is dobja. Varga László második találata. 21-14. Tóth, Urbej, és a labda, a miénk, megszerezzük. Páncél szerezhet egy újabb gólt. Páncél be is dobja. Páncél Zoli negyedik találata. 24-17. Hosszú indítás, Herceg! Herceg! Ho-ho! Milyen szemtelen gól Herceg Jánostól! 25-18, pontosabban most már 26. 27-18. Kovács Péter harmadik találata. És már nem mennek a nyíregyháziak. 9 góllal nyerünk. Ki gondolta volna ezt az első fél idő után? És akkor kedves nézőink, most pedig vízilabda következik. Köszöntöm dr. Szilágyi Kristófot, a Svitelszki Békés Csaba pólós csapatának a vezető hegyzőjét. Elkezdődött a rájátszás, a felsőházi rájátszásba jutott szerencsére a csapat. Nem sok pihenőtök volt, már is a hétvégén Nagykanizsán kezdtétek meg a szereplést, és ahogy itt olvasgattuk, egy nagyon minimális gólkülönbségű vereséget szenvedett a csapat, de nem menjünk ennyire előre. Hogyan készültetek erre a rájátszásra? Jó estét kívánok! Ahogy említetted te is, egyből az alapszakasz utolsó fordulója után, ami nekünk már tét nélkül volt, tehát kicsit a rájátszásra
ra való készülés gyanánt be tudtuk ezt áldozni, azt a mérkőzést. Igazából ott nem is a játék minőségére, hanem edzésből mentünk, és azt hiszem, hogy edzőmérkőzésnek fogtuk föl. Annak azt mondom, úgy gondolom, hogy utólag visszagondolva kifejezetten jó volt, meg én is az eltiltott mérkőzésemet ki tudtam mixelni, és az elnök úr Borsos Pali meccset azon a mérkőzésen. Pont ott azon kijöttek a megfelelő hibák, meg mindenki kicsit talán észhez kapott a rájátszás előtt. Jött a nagy kanizsa, elég messzi kellett utazni, nagyon hajnalba indultatok, ahogy láttam, és hát gondolom, hogy ez azért ráteszi a bélyegét egy-egy ilyen mérkőzésre, vagy annyira nem? Nem ez volt a döntő? Én úgy gondolom, hogy nem ez volt a döntő, biztos közre játszott ez is, meg számítottam is rá Kanizsán, úgy, mint nálunk Békés Csabán, azért ez a 11 óra, ennek azért a vendégcsapatok nem szoktak annyira örülni. Ez most speciális volt, hogy ez majd, hogy nem az egyik legmegszebb lévő destináció így most az OB1-B-s bajnokságokban, OB1-es bajnokságnak a csapatai között. Én úgy gondolom, hogy nem ez döntött. Kanizsán tudni kell, hogy nagyon speciálisak a körülmények, tehát egy rendes 30-as pálya van, de ugyanakkor nagyon szűk egy 6 pályás, illetve a speciálisak a fényviszonyok is. Ahányszor én ott játszottam, mindig azért ott megszenvedtünk, nem feltétlenül az ellenféllel, bár az is most erősödött az elmúlt években, hanem a körülményekkel, tehát nehéz alkalmazkodni ehhez a szűk pályához, és egy speciális taktikát kíván igazából. A 8-7-es végeredmény azt tükrözi, hogy volt biztosan esély arra, hogy esetleg fordított legyen ez az eredmény. Volt, és nekem, ha úgy, hogy őszinte egy komoly hiányérzetem van, egy pontot mindenképp el kellett volna hoznunk, de ebben a mérkőzésben több volt. Én úgy gondolom, hogy a vereség oka az a harmadik negyed elejé 4 perces rövid zárlat volt, amikor több technikai hibát követtünk el, és azt egy lefordulásokból, kontrákból kegyetlenül kihasználta a Kanizsa. És még azt mondom, hogy a pontatlan játékunk ellenére is a 30 másodperc végelőtt emberelőnybe támadhattunk volna még a döntetlenért. Kuriózum, ami azt mondom, eddig a csapatra nem volt jellemző, az, hogy 7 emberelőnyű szituációval egyet se tudott belőni. Kevés volt, azt mondom, hogy az egyéni jó teljesítmény. Csapatként úgy gondolom, hogy a 8 kapott gól idegenben az teljesen belefér. Támadójátékban azt mondom, az idén egyik legpontatlanabb játékát nyújtottuk. Ez pedig, ahogy te is említetted, lehet a hajnali korai kelés, az utazás, a speciális körülmények, tehát, illetve nem egy rossz csapatról beszélünk, tehát nem véletlenül jutottak ők is a rájátszásba. Ugye következnek még azért a többi mérkőzés is most soron, most hazai pályán következik majd a következő ellenfél. Mi lehet az, amire lehet itt célkitűzést tenni a csapat elé itt a rájátszásban, mert azért nagyon erős a mezőny. Nagyon erős, és ez tényleg nem köszönhető, hogy az OB1-B-s bajnokság, meg az utánpótlás bajnokságok is évről évre erősödnek. Tudni kell, hogy ebben a 20 csapatos másodosztályú mezőnyben jelen pillanatban 8 olyan csapat van, amelyik valamelyik nagy OB1-es klubnak a junior csapata, és azok a játékosok, akik keveset játszanak a felnőtt csapatban még, illetve, de ennek ellenére már ők is heti 7-8 edzésszámmal dolgoznak, illetve olyan körülményeket tudnak teremteni az egyesületben, hogy nagyon nehéz velük fölvenni a versenyt, különösen a kondicionális paraméterekben, és azt mondom, hogy nekünk van már összesen 7 mérkőzésünk, ebből a 7-ből 6 olyan lesz, ami valamelyik az UVS-e, a Vasas vagy a BVSC, amelyik valamelyik nagy tradicionális UB1-es csapatnak a úgymond a junior fiók csapata. Tehát egyik sem lesz egy könnyű mérkőzés. Tehát nem nekünk kedveznek igazából az ő játék stílusuk. Mert ugye ezt mondjuk el a nézőknek, hogy a lebonyolítási rendszerből kifolyólag vannak vitt pontok, ugye, amit a csoportunkból vittünk. Hanyadik helyen áll most a csapat, és mi lehet esetleg maximálisan számítani, hogy hova tudunk fölkúszni a tabellán, ezzel együtt, hogy nehéz ellenfelek. Most ugye a két csoportnak összeengedték a legjobb 4 csapatát, és kialakult ez a 8 csapatos rájátszás. Mi sajnos csak 3 pontot tudtunk bevinni, abból adódóan, és ezt egyébként a most kialakult táblázat is jól mutatja, hogy a mi csoportunk jóval erősebb volt. Tehát a bevitt pontok tekintetében, egy volt OB1-es csapat a Kánsi, az Íbül is ugye rendelkezik OB1-es múlttal az elmúlt évekből, és közvetlenül mögötte ott vannak a másik csoportnak a junior csapatai, de ott sokkal nagyobb volt a körbeverés. Tehát őket én úgy gondolom, hogy be lehet még fogni, tehát annak ellenére, hogy a
az idei évet, és ez tényleg nem a srácoknak a válláról való teherlevétel, de az idei évre kitűzött célokat pont a körülmények meg a versenytársak erősödése miatt teljesítettük, tehát ott van a csapat a rájátszásban, Magyarország 24 legjobb csapata között. Nekünk pont ebből adódóan tét, majd nem tét nélkül, de nem is az a jó, tehát komoly Felszabadultan, igen, talán az a jó szóra lehet játszanunk, mindig a következő mérkőzésekre készülni. A hazai mérkőzésekben azért Csabára utazni nem egyszerű, és a körülményeket megpróbáljuk, a hazai körülményeket a saját javunkra fordítani. Éppen ezért kicsit fájó, hogy most Kanizsán pontokat hagytunk. Hát köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdiumba, és sok sikert kívánunk a csapatnak, figyelemmel követjük majd a köszönjük szereplőseteket. Szépen. Kedves nézőink, most pedig következzen labdarúgás. A Békés Csabai foci csapat még az előző hét közepén bepótolt egy elmaradt találkozót, az ellenfél a Sopron együttese volt. Ez egy elmaradt forduló, egy elmaradt mérkőzés pótlása, hiszen még a tavaszi szezon kezdetén rossz időjárás miatt maradt el ez a találkozó, és így az egész forduló Gránic felé. Az egy nagyszerű labda, és Gránic jól vette le. Nézzük, egy az egyben. Megveri az emberét, elérte a vonal előtt, úgy tűnik. Nem volt jó. Király Patrik nem lövi el Birtalan, azonban ráfordul, és ez az első kapura lövés. A hetedik percben Birtalan kifejelték, de még Gyurján visszateheti első szándékból. Meg is van. Hursán lefejeli, az lövő helyzet is. Fölé Lustus. Tóth Martin és Horváth Péter, hárman is a sorfalban. Horváth Péter lövi majd el, és Rybánszki vetődött, de nem kellett védést bemutatni. Birtalan, ezzel elindulhat, nincs les. Birtalan, az nagyszerű cseh, Birtalan, még egyet húz, és ezt nem visszarúgja a rövidbe, és gól! 16. gólja a támadónak, Gránicot várta, ő nem érkezett. Úgyhogy megoldotta egyedül. Két jó csel után visszahúzta a rövidbe, Kulsági nem tudott hárítani. Úgyhogy megvan a vezetés, hasonló forgatókönyv, mint vasárnap a Csákvár ellen. Helyzet nélkül szinte a csabaiak, és aztán jön egy Birtalan gól. A 39. percben megvan, tehát a csabai vezetés. 45 perc játék után Békés Csaba, Sopron 1-0. Mehetne a tempón a csabai csapat, ezt egyelőre le tudja védekezni a Sopron. Na most Gyurján jól cikázik, és egy kis lökés volt, úgyhogy jár a 11-es. Gyurjánt lökik el, az alapvonali, vagy az asszisztens jelezte a játékvezetőnek, aki szerintem alapjárata nem fújta volna be ezt a büntetőt. Már az 53. percbe léptünk, Birtalan Baton tehát a labda mögött. Birtalan, és kihagyja, lábbal Kunsági, nincs második csabai gól egyelőre. Hursán, Nagy István is, Gránic zaporázhatja. Birtalan, nincs les, Birtalan helyzetben, ellövi, ezt meg berúgja, ott a hosszú sarokban gyorsan javít, Birtalan Botond az 54. percben csak megvan az a második gól. Nem volt les, elengedte az asszisztens, Birtalan ugyanezt a helyzetet, vagy hasonlót nem értékesített a korábbi mérkőzésen, amikor egy picit tovább cipelte, most azonban belőtte, úgyhogy az 53. percben már 2-0. Horváth Péter, Horváth, 16-os vonaláról, Rybánszki. Ez első igazán veszélyes soproni próbálkozás a 66. perc legelején. Szél Pál nagyszerűen harcol, és meg is tartja. Király Patrik mehet ebből tovább, és az indítás Gránicnak jó. Gránic befelé, aztán kifelé tolja meg Gránic, a kipattaló Birtalan, és Kulsági véd. És aztán kifelé a szabadrugás. Garda megint befelé, ezt már láttuk korábban. Garda ellövi, Rybánszki véd, és megvan másodjára is. Veszélyes lövés a 69. percben, válaszol a Sopron egy lövéssel. Nagy István pörgeti Hursánnak, jó a visszakészítés, Nagy István tekeri, és gól! 3-0, 71. percben végleg eldől a mérkőzés. Na, Nagy István az előbb nem lőtt el, most nagyszerűen nézte meg ott a jobb sarkot, és kiválóan tekeri oda a 3-0. Csak megvan az a hazai siker. 15 méterrel előrébről végezték el a soproniak a bedobást.
ez így elég érdekes volt, és ebből van így akció, a hosszú sarkot nézi meg, a csatár Deribánszki véd. Tovább passzolt labda, Urbin háttal a kapunak, úgy nehéz gólt lőni, Vicián ellövi, és egy nagy védés! Kunsági tolja ki a 85. percben ezt a lövést. Megvan egy önbizalomnövelő győzelem itt hazai pályán is, lehet harcolni tovább a harmadik helyért. A vitán felül áll, hogy a Békés Csaba jobb csapat, mint mi, abszolút megérdemelten nyert. Apró szépség kívánja, hogy az első gól az 6 méteres les volt, a második meg olyan 1-1,5 méteres, de ettől független mondom, ez, én azt gondolom, hogy a hazaiak érdemeiből nem von le semmit. A csapatban van egy komoly feszültség az elmúlt hetek egy-egy gyengébb teljesítménye miatt, és az látszódott, legalábbis számomra átjött, hogy az első félidőben rendkívül akarat volt a pályán, és ez sokszor átment görcsösségbe. Én a félidőben próbáltam őket nyugtatni, hogy jöjjön vissza az önbizalmuk, és próbálják picit nyugodtabban játszani. Mellette maradjon meg ez az akarat, maradjon meg az elszántság, de nagyon remélem, hogy ez azért viszonylagosan sima győzelem átszakítja azt a magas gátot, amit saját magunknak emeltük. A Vihar-Sarki együttes a soron következő bajnokin vasárnap idegenben vendégszerepelt, ezúttal a Cegléd volt a pályaválasztó. Folytatta a csapat a jó sorozatot, ezúttal is sikerült a 3 pontot begyűjteni. És egy remek szerelés. Nyilastól egy még szebb szerelés. Csel, majd utána igazán gyorsan futó Damásdi kapta a labdát, és meglepődnék, hogyha Urbán Eszter nem adna egy sárgalapot Szilpának, teljesen jogos. Háromtogos orfa, mint látják önök is. Nyilas, a hosszú felé, jól ment a Szélpál, akinek még talán egy kicsit csúnyát sem lehet mondani a mérkőzés hebében a meccsen, az szerintem nem éppen a legjobb. Remek indítás, Ribánszki répet készedi le a labdát Szilágyi lába elől. Nézzük a szabadrugást, birtalan, Bursz is üti léc felé a labdát. Damásdi, Jócsel, betör a 16-oson belőre. Ez remek megoldás volt, nem Ribánszkin múlt, hogy Damásdi nem szerezte meg az első hazai gólt. Nagy István kapu felé lőtt, Mursics pedig szögletre ütötte a labdát, 33. perc. Ribánszki véd! Hatalmas bravúra a rövid sarok felől. Kezdődik tehát a második fél, amit a Békés Csaba kezd majd, és labdát Birtalan indítja útjára, 0-0. Az első 45 perc után, és a frissen beállt Nagy Sándor kapja a labdát itt a jobb oldalon. Nagy, rövid sarok felé. Már is a lövés, gól! Védőről pattant meg a lövés, ha jól láttam, Gyurjáné, és a labda így a jobb alsó sarokban kötött ki. Mursics elment a lövés eredeti irányába, megpróbált korrigálni, de nem sikerült. 51. perc, vezet a Békés Csaba. Gyurján, Nagy. Mursics is nagy védése, majd utána Nyilas. Nyilas kapja vissza, ez jó elgondolás, szép megoldás. Farkas megy el, most kell egy jó beadás, érkezik a labda hosszúra. A betyárját, hatalmas lehetőség, de Damásdi nem talált el a labdát. Érkezik is a labda. Szélpál fejejte a Békés Csaba a második gólját, Nagy István szögletéből, 63. perc. Nyilas.
Jaj, de remek lövés, kapufa. Bent ott középen ellöptik Nánás, itt a játékvezető kifelé ítélt szabadrugást, reklamálásért pedig Farkas kap egy sárga lapot. Gyurján. Gyurján még mindig begurítása, Mursi óriás itt védett. És a játékvezető Urbán Eszter a mérkőzés végét jelzi, ami azt jelenti, hogy a 90 perc plusz a 4 perc hosszabbítás után a Békés Csaba 2-0-ra nyert itt a Ceglédi VS ellen. Sajnos a mérkőzés nem úgy alakult, hogy szerettük volna. Szeretjük azt, hogyha ha a védekezésünkkel ugye ki tudjuk úgy húzni minél tovább, hogy nem kapunk gólt és adódó lehetőségeket kihasználjuk. Ezen a mérkőzésen is nagyon nehézkesen történtek ezek a dolgok, de azt gondolom, hogy igazából egy-két emberen kívül csapatot nem okolhatom érte. Rengeteg olyan lehetőségünk volt, ami nem lett befejezve, főleg a másik fél időben, amikor már meg tudtuk szerezni a vezetést. Az első fél időben fölénybe játszottunk, mezőfölénybe, de nem volt vége az akcióinknak, egy kicsit lassan csináltuk, lassan járattuk a labdát, és nyilván egy nagyon szervezett és nagyon jó csapat ellen találkoztunk. Én ezúttal is nagyon sok sikert kívánok a Klaus Laci kollégámnak, egy nagyon jó brigádot rakott össze, és nem hiába vannak ott, ahol vannak, nagyon nehéz ellenük futballozni, de úgy érzem, hogy a sikerünk megérdemelt. Még mindig foci. A Békés Csaba labdarúgó akadémia U12-es korosztályos csapata soros mérkőzésére is kilátogattak a hétvégén kollégáim. A Hódmezővásárhely együttesét sikerült nagy gólkülönbséggel legyőzni. Az U12-es korosztály bajnokságában rendezik majd a Békés Csaba labdarúgó akadémia Hódmezővásárhely mérkőzést. 2x30 perc a játékidő és 5x2-es kapukra játszanak a fiatalok, és rögtön egy csabai helyzet lehet. És két kapufa! Hát ez nem volt túl szerencsés csabai szempontból, de rögtön meg volt a helyzet. Az utolsó passz hiányzott. Az egy jó szóló, és a lövés, és a gól! Nagyszerű találat. Hajlá Csaba, a gól szerzője. Vezet a csabai gárda a 11. percben. Meg is őrizte Stankó. Lesz egy lövés, és van egy gól! Egy kicsit benne van a kapus, de megvan a második találat. Tehát 30 perc játék után a Békés Csaba labdarúgó akadémia 2-0-ra vezet. Az helyzet lehet úgy, és gól! Csapódott lefelé, megvan a Csabai a harmadik gólja, Németh Gergő, rögtön a második fél idő legelején. Nagy. Leviszi az alapvonalra, a beadás, ott nem érkezik senki, csak a második hullámban. Ott a helyzet Vas, és csak benn van a negyedik csabai gól. Vas Milán szerzi. Jó a cselsorozat. Vas Milán, Vas, ellövi, és bent van. Ezt kell megtartani majd későbbiekre is. Ott lehet a helyzet. A középre adás és a pörgetés ottan az újabb gól, a hatodik csabai találat, Schneider Nándor a szerzője. Schneider ezt most nem lőtte el, inkább kitette jobb oldalra. Az helyzet, és bent van. Ott van Schneider újabb gólja. Ezzel 7-0. Fölényes győzelem, amit vártam, az a jó játék. Szerencsére a mai nap egy jó játékkal párosult. Sajnos nem volt ránk jellemző ez a jó játék. Kicsit hullámzó teljesítmény jutott a csapat az utóbbi időben. A képzésben az a szakaszán vagyunk, ahol nem feltétlen az eredmény számít. Az eredményt másképp kell értékelni, az eredmény a jó játék. A jó játék és a folyamatos, dinamikus fejlődést adja, és ez úgy gondolom megvan a csapatunknál, ennek nagyon örülök. Újra útnak indult Békés Csaba egyik futó nagykövete, hogy körbefussa Békés megyét. Tóth László 13 nap alatt 634 kilométert tesz majd meg. A futó nagykövet vezette csapat a Békés Csabai főtérről Szabadkígyós irányába indult, majd közel két héttel később 60 település érintésével és több mint 600 kilométer után dobozról érkezik vissza a megyeszékhelyre.
Az 5. megyefutás 14 bátor jelentkezője közös bemelegítéssel kezdte a hétfő reggelt. A nyújtás után rajthoz álltak a résztvevők és elindultak hosszú útjukra. Volt olyan induló, aki a korábbi években is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az első évben nem voltam, tehát mivel ez az 5., akkor 4 éve követem ugye a futást, és akkor hát igyekszem 2-3 napot, és ha lehet, akkor végig teljesíteni a távot. A futó nagykövet vezette csapat Békés Csaba főtereiről Szabadkígyós felé vette az irányt. Tóth László 2014-ben indította el a megyefutást, akkor 23 településre jutott el. Mint mondta, a kezdeményezés célja az, hogy népszerűsítsék a mozgást és a futást. Tavaly 580 km volt a táv, és több ezren csatlakoztak a futókhoz. Az úton elég hosszú, ugye 60 települést érint, nagyjából egész megyét befutjuk 13 nap alatt, ugye ez körülbelül 630 km, és ugye Dél-Békéstől kezdve jövünk visszafele, Közép-Békés, Észak-Békés, akkor az egész Békés megyét érintjük. A megyefutók elsőként a Szabadkígyósi iskolában álltak meg. Itt közel 100 diák csatlakozott a csapathoz, akiknek útja Újkígyós irányába folytatódott. A megyefutók április 28-án szombaton Dobozról érkeznek vissza a megyeszékhelyre. Kiharcolta a bentmaradást a legjobbak között a Gyulai Amazonok női futszál csapata. A fürdővárosi együttes, miután sikerrel nyitotta a bajnokság rájátszását, másodszor hazai pályán is legyőzte az alaegercegi Ricsilla gárdáját, így jövőre is az első osztályban szerepelhet. A gyulai lányok idegenben 4-3-ra diadalmaskodtak, így a párharc második összecsapásán már ki is harcolhatták a továbbjutást. A fekete mezben pályára lépő hazaiak izgalmas mérkőzésen 3-1-es félidő után 6-4-re diadalmaskodtak. A gyulai együttes a sérülés után visszatérő csapatkapitány Molnár Ágnes vezetésével diadalmaskodott. Két év után egyébként is nagyon nehéz volt nekem fejben mentálisan ott lenni a pályán, mert gyakorlatilag a lábam már rendbe jött, csak a fejem nem nagyon engedelmeskedik annak, hogy elhiggyem, hogy meg tudom csinálni. Nagyon nagy löketet adott nekem a gól, illetve véleményem szerint nagyon jókor is jött, mert ha jól emlékszem, 2-1-nél lőttem. Nagyon örültem neki, annak meg végképp, hogy ezzel két góllal is el tudtunk húzni a fél időben. A házigazdák végig fölényben játszottak, a 37. percben már 4 gól volt a különbség. Az alaegerszegiek ezt követően ugyan még betaláltak a gyulai kapuba, de a győzelemre nem volt esélyük. Úgy gondolom, hogy nem itt dőlt el az, hogy mi hol vagyunk éppen a tabellán, mert a játékos állományunk és amennyi munkát mi ebbe belefektettünk, az sokkal előrébb kívánna minket. Hát ez van. Igazából gratálok a játékosaimnak a hozzáálláshoz, a végletekig küzdöttünk, és gratálok a Gyulának is, mert meg tudtak minket verni. Az Amazonok azzal a céllal kezdték el a bajnokságot, hogy kiharcolják a bennmaradást az élvonalban. Molnár Zoltánné csapata a bajnokság végére jó formába került, így jövőre is a legjobbak között léphet pályára. Egy NB1-es tagságot kellett megerősítenünk, ezáltal ugye itthon is Gyulán győztünk, mivel ugye Zalaegerszeg mellett egy Répcelakon, egy gyönyörű szép csarnokban, ott egy gólos sikerrel jöttünk haza, így egyértelmű volt számunkra, hogy csak a győzelem az elfogadható, és így bemaradtunk az NB1-be, és ez egy óriási dolog a számunkra. A gyulai gárda a folytatásban az 5. helyért játszhat majd. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban a Miskolci Vénusz együttese lesz az ellenfél. Ennyi fért bele a mai sportmagazinunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!